Sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, meghívlak, hogy kezdjük meg Isten tiszteletünket és énekeljük az új énekes könyvből a 600-as számú éneket. Szombatba hajló alkony jöv. Akik megtehetjük, hajtsuk meg térdeinket, és úgy imádkozzunk. Drága Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy újból összegyűltettél minket erre a helyre. Köszönjük, hogy egész héten át érezhettük a te őrzésedet, a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy elhívtál az örök életre. Add, hogy most odaszegezzük a tekintetünket, add, hogy elfelejtsük mindazt, ami visszatart a földről, ami rossz, ami helytelen, hanem csak a te szent fiad arcát nézzük, és most kérünk, mutatkozz meg előttünk a Filip István testvérünk szavai által, az ő szeretete által. Kérünk, árasz ki rá a te szent lelkedet, hogy be tudjam mutatni a te igédet, a te akaratodat, hogy valóban megváltozunk a te szent képedre és hasonlatosságodra. Ezt kértük a Jézus nevében. Amen.
Az Úr Jézus áldott nevében szeretettel köszöntelek mindannyiótokat egy csodálatos szombat elején, kezdetén. Amikor a mennyben ünnepelnek minden bizonnyal, hiszen az Isten teremtettségének az emlékünnepe. És a menny, mert hogy megváltott nép a földi gyülekezete Istennek, örömmel tekint rá, és szeretettel a földi gyülekezetére. És ez a kép elevenedjen meg mindannyiunk előtt, ahogy a menny letekint a földre. Az emberi természet egyik legerőteljesebb hajtó ereje a vágy, hogy megismerje a titkokat. Amikor a titok szót halljuk, akkor az emberben a kíváncsiság, a vágy, hogy megismerje azt, ami mögötte rejlik, nagyon erőteljesen felelevenedik. A Jóisten dicsőségének tartja azt, hogy elrejtse a titkokat. És az embernek pedig előnye az, hogy a titkokat megismerje. Ma este egy titokról szeretném, hogy beszélgessünk. Beszélgessünk, úgyhogy annak megismerése útján egyre erőteljesebb legyen bennünk a vágy, hogy beletekinthessünk abba. Az Új Szövetségben 27-szer jelenik meg a titok szó. Misztérion. Azt szokták mondani, hogy a nők titkolózók, mégis a miszterhez áll közelebb a misztérion szó, ugye? Ebből a 27-ből 18 alkalommal Pál apostol használja. Ő a titkoknak a beavatottja. És ebből a 18-ból 6 alkalommal az Efézusi levélben, és 4 alkalommal a Kolossei levélben használja, és az a 10 szó tulajdonképpen ugyanabba az irányba hat. Ez a 10 szövegkörnyezet ugyanarról a titokról beszél. Tehát az Új Szövetségnek van egy nagy titka. Jóistennek van egy nagy titka, amelyet az Új Szövetség egyházával megismertetett. Na, melyik a legnagyobb titok, amelyről beszél az Új Szövetség? Melyik? Megváltás titka? Még elhangzott egy. Jézus testélétel. Igen. Az is megjelenik, hogy nagy a kegyességnek a titka Isten megjelent testben, meg beszél az evangélium titkáról is, de elvétve beszél ezekről, ezeket egyszer-egyszer említi. Van egy olyan titok az Új Szövetségben, amelyet a 27 alkalomból 10-szer említ. És nem is akárhogy kapja meg az apostol, hanem különleges módon lesz ő e titoknak a megismerője és a megismertetője. Hadd olvassunk bevezetőképpen, csak azért, hogy valami, hát hogyha derengeni kezd. Az Efézusi levél 3. fejezete 1. versétől. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért, ha ugyan hallottátok az Isten kegyelmének rendelkezését, amelyet nekem adott a ti érdeketekben, hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, ahogyan már előbb röviden megírtam. Azt mondja Pál, hogy a titkot. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem egy titok, hanem a titok, mivel hogy ilyen gyakran jelenik meg.
kijelentés útján kapta. Nem biblia tanulmányozás folytán csupán, talán épp a közben, de ő úgy veszi, hogy ez egyenesen kijelentés volt. Mennyi kijelentés volt? Az Isten a titkot kijelentette neki. Melyik ez a titok, amely 27-ből 10-szer megjelenik, amelyről Pál azt mondja, hogy kijelentés útján kapta, és amely a nagy titok az Új Szövetségben. És ugye itt azt írja a harmadik fejezetben, hogy röviden már írtam róla, és ez a rövid írása, a titok leírása az első fejezetben található, és meghívlak, gyertek, lapozzunk vissza az első fejezetbe. Az első fejezet 9. verse. Megismertette velünk akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet előre elhatározott magában. Úgy beszél itt a titokról, mint ami az ő akarata. Hogy van őneki egy akarata, az egész emberiséget, az egész történelmet, mindannyiunkat ebbe az irányba akar vezetni, az Isten akarata teljesedjen be, az ő végcélja, az ő vágyódása, és úgy beszél róla, mint egy titok. Van az isteni nagy akarat, és a nagy titok. És miben áll ez? Az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban még mielőtt kimondanám, hadd legyen még egy kicsit sejtelmes. Az egyik legszebb kép, amellyel megragadja ezt a titkot, az egyik legszebb metafora, amellyel megragadja ezt a titkot, a vőlegénynek és a mennyasszonynak a metaforája. És azt mondja, hogy fölöttév nagy titok ez. Mi a titok a vőlegény és a mennyasszony képében? Márta, Jocó, mi a titok? Mi a vőlegénynek és a mennyasszonynak a nagy titka? A titok. És itt kimondja a 10. versben, és azt mondja, hogy Krisztusban mindeneket egybe szerkeszt. Tehát az Istennek a nagy titka, az ő akarata, amely el volt rejtve évezredeken keresztül, az, hogy mindeneket egybe szerkeszt. Ez az Isten vágya, ez az Isten akarata. Attól a pillanattól kezdve, hogy szétesett a világunk a bűn folytán, ugye a teremtéskor volt egy olyan világ, ami egybe volt. Úgy egybe volt minden. És utána egy olyan világba ébredtünk fel, ami úgy szétesett. És ettől kezdve az Isten akarata az, hogy egybe szerkesszen. És amikor egybe szerkeszt mindeneket, akkor működik minden. Akkor működik minden. Hogy tetszik, mint egy autó. Vannak autók, amelyek mintha szétesnének, ugye? És vannak autók, amit megveszed, és azt mondod, hogy vagy bejutsz bele, olyan egybe van. Ugye? Tehát úgy érzed. Vannak olyanok is, amelyek mennek, nagyon jó a motor, de amikor bejutsz bele, érzed, hogy nem áll úgy egybe. Úgy, mintha úgy, egy kicsit úgy darabos lenne, vagy darabokba lenne. És van olyan, amelyik úgy egybe van, érzed, hogy mintha úgy minden úgy egyben. És Isten azt akarja, hogy mindent egybe szerkesszen, azért, hogy elvégezhesse azt a szolgálatot, azt a rendeltetést, amelyre a jó Isten teremtette. Szombat van.
És a szombat arra emlékeztet bennünket, amikor minden egybe volt. És a szombat arra emlékeztet bennünket, hogy a Jóisten, amikor megszentel, ez a megszentelés, ez azt, ezt jelenti, hogy mindent egybe szerkeszt. Egybe szerkeszt, hogy elvégezhesse azt a szolgálatot, amelyre a Jóisten eleve megteremtette. Nem csak egy autónak nem működik a szolgálata, hogyha valami kifele hull belőle, hanem egy család is akkor szolgál, hogyha egybe van, ugye? Akkor tölti be a rendeltetését. Egy kórus is, hogyha úgy egybe van, hogyha nincsen egy diszonáns hang, hanem úgy egy gyülekezet. És Istennek ez az akarata, ez a szándéka, hogy egybe szerkesszen. Holnap a Jóisten kegyelméből a fiatalokkal szolgálni megyünk. Arra kérlek, azért imádkozzatok, kísérjen el áldáskérésetek, imádok, hogy úgy egységes legyen a szolgálat. Hogy minden úgy a helyén lehessen. Aztán egy hét múlva Jóisten kegyelméből a gyülekezetünkben szolgálattevők választása lesz. Isten azt szeretné, hogy úgy egybe legyenek a dolgok. Úgy egybe. Ez az ő akarata, mindeneket egybe szerkeszteni. Egybe szerkeszteni mindeneket a szolgálatra. És miért kell, azt mondja az apostol, hogy ki kellett jelentse az Isten ezt a nagy titkot neki? Hát nem tudták, hogy ez az Isten akarata. Nagyon nem tudták. Olyannyira nem tudták a korabeli első keresztények, hogy úgy gondolták, hadd aktualizáljam a gondolatot, úgy gondolták, hogy van a mi világunk, az adventista világ, amelyet az Isten üdvözíteni akar, és vannak a többiek. Tehát vagyunk mi a zsidók, akiket az Isten üdvözíteni akar, üdvözíteni fog, és van a többi. Annyira beléjük mélyedt ez a gondolat, hogy csak magukkal törődtek, hogy teljesen el is hitték, hogy a Jóisten csak velük akar valamit kezdeni. Teljesen meg is feledkeztek a külső világról, a korabeli zsidók. Hogy telt el az elmúlt hetünk? Gondoltunk arra, hogy valakit még a Jóisten egybe akar szerkeszteni velünk. Tettünk valamit az elmúlt héten azért, hogy egybe szerkeszten a Jóisten még valamit ebből a világból az ő egyházával. Volt még egy pogány, akire gondoltunk úgy, idézőjelbe pogány, tehát az akkori világra értsük 2000 évvel ezelőtt, ugye, hogy a nem keresztényeket az apostol hívogatta, hogy egybe szerkessze. Volt valaki? Vagy éppen olyan aktuális ma is nekünk ez az íge? Az Isten akarata, vágya, terve, célja, hogy egybe szerkessze mindent, mint amilyen volt 2000 évvel ezelőtt. Hogy végzi el? Hogy végzi el Isten ezt az egybe szerkesztést? A második fejezetben találjuk meg erre a választ. A második fejezet 16. versében Jézus Krisztusról a következőképpen beszél. Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést.
Azt mondja, hogy a Jézus Krisztus testében megölte az ellenségeskedést. Tehát ugye akkor az alapkérdés az volt, hogy úgy gondolták, hogy csak mi a zsidók, csak mi az adventisták, Isten főként velünk foglalkozik, a mi üdvösségünkkel törődik. Megfeledkeztek arról, hogy Isten egybe akar szerkeszteni mindeneket. És akkor azt kérdezi, hogy hogyan tudja megoldani ezt a kérdést akkor és ma. És azt mondja, hogy az ellenségeskedést a jó Isten megölte Jézus Krisztus testében. A test a lélek ellen vitézkedik, a lélek a test ellen. A test a lélek ellen küzd, a lélek a test ellen küzd. Van egy ellenségeskedés a lélekben, a testtel szemben, és van egy ellenségeskedés a testben, a lélekkel szemben. És a kérdés az, hogy melyik ellenségeskedést ölte meg Jézus. A lélek ellenségeskedését, vagy a test ellenségeskedését? És azt írja az írás, hogy megölte az ellenségeskedést hol? Az ő lelkében? Az ő testében. Reggel, amikor a lélek fel akart kelni és imádkozni, és a test azt akart, hogy ne keljen fel, míg maradjon az ágyban, Jézus megölte az ellenségeskedést. A 40 napos pusztai bőjtben, amikor a test követelőzött, és azt akarta, hogy a lélek ellenségeskedését ölje meg, Jézus megölte a testnek az ellenségeskedését. Getsemánéban, kemény küzdelem közepette, amikor a test követelőzött, Jézus megölte a testnek az ellenségeskedését. A kereszten, amikor a test követelőzött, Jézus legyőzte a testnek az ellenségeskedését. És hadd kérdezzelek meg téged, hogy te melyiket szoktad legyőzni? Az elmúlt héten melyiket győzted le? A testnek az ellenségeskedését? Vagy legyőzted azt, amikor a lélek ellenségeskedett veled, és legyőzted a léleknek az ellenségeskedését? Az Isten titkát, hogy egybeszerkesszem mindent, Jézus így oldotta meg, hogy mindenek előtt önmagában megölte az ellenségeskedést. És amikor Jézus azt mondja, hogy mindent önmagában akar egybeteremteni, akkor Jézusnak erre a győzelmére hivatkozik. Jézusnak ezt a győzelmét adja alapként. És azt mondja, ha ellenségeskedés van benned, tekints a Jézus ellenségeskedéseire. Ha feszültség van benned, tekints a Jézus feszültségeire. Ha valami egymás ellen fordul benned, tekints arra, ahogyan Jézusban zajlott ez. És emlékezz, hogy Jézus megölte az ellenségeskedést a testben. És mindaz, amit Jézus tett, az a tied. Az a tiéd hitáltal. Olyan felemelő gondolatokat említ az apostol, amikor azt mondja, hogy megáldott bennünket minden lelki adománnyal az Isten a Krisztusban, a mennyekben. Tehát minden lelki adományt megkaptunk a Krisztusban, a mennyekben. Hogy kaptuk meg mi Krisztusban a mennyekbe az ajándékot, hogyha mi itt lent vagyunk a földön? És az ige azt mondja, hogy a hívő ember, az fent van Krisztusban a mennyekben. Meg olyat, hogy ha Krisztussal együtt feltámadtatok, akkor ültetett titeket az Isten a Krisztusba a mennyekbe. Hát hogyan ültetett a múlt időben, holott még itt vagyunk a földön?
De azt mondja, hogy a hívő ember az Krisztusba ültetett, az Krisztusban van, és mindaz, ami a Krisztusé, az a hívő emberé. És ezzel tapasztaljuk meg azt, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk, hatalma erejének ama munkája szerint. Tehát milyen mérhetetlen nagy hatalom munkálkodik azokban, akik hisznek abban, hogy Krisztusban vannak, és hisznek abban, ami Krisztusban van. Abban a győzelemben, amelyet Jézus Krisztus meghozott, és megölt az ellenségeskedést az ő testében. Ez az Istennek titka, és ez az Istennek akarata, hogy egybeszerkesszen mindeneket. Ez a nagy titok, hogy mindeneket egybeszerkesszen. És hogyan szerkeszti egybe? Úgyhogy a hívőt emlékezteti, hogy Jézus megölte az ellenségeskedést az ő testében. És úgyhogy emlékeztet bennünket, hogy hitáltal ő benne vagyunk, és ő benne lehetünk. És az, ami Jézusban van, az a hív emberé. Az a tied, ha hiszel. Az Istennek munkája szerint, ahogyan ma is titkaiba von be az Isten. Egységébe von be az Isten, és szolgálatába von be az Isten. Áldott legyen élet a mindenható. Amen. Testvéreim, meghívlak, gyertek, még mielőtt egy kórus szolgálatot meghallgatunk, gyertek, hogy imádkozzunk. És külön meg szeretném kérni a testvéreket, hogy az elhangzott ige alapján imádkozzunk a holnapi, hát először is alapvetően a mai isteni akaratért, hogy teljesedjen a mi életünkben, ezen a szombaton. Megértsük, felfogjuk és megéljük az Istennek titkát. Aztán megkérlek szépen, hogy valaki imádkozzon a holnapi szolgálatunkért is, fiatalokkal, hogy elvégezhessük az Istennek akaratát, amiért küld bennünket. Végül, de nem utolsó sorban, hadd hangolódjunk rá ezen a szombaton, és szentelődjünk oda, arra a szolgálatra is, ami a következő héten lesz, és a gyülekezeti választásért is megkérlek, gyertek, hogy ragadjuk meg az alkalmat, és imádkozzunk. Három rövid imád meghívlak, hogy hangoztassunk el a teremből. Egyet, hogy az Isten akarata teljesedjen, az ő szándéka. Ugyanaz teljesedjen holnap is a szolgálatunkban, valamint a következő heti szolgálatban majd, amikor a Jóisten újból összegyűjt egy gyülekezetet. Meghívlak, hogy gyertek Jézushoz, jöjjünk, hajtsunk térdet, és három imát mondjunk el.
Köszönjük szépen a fiataloknak a gyönyörű énekszolgálatokat, és kívánjuk, hogy holnap a Jóisten kísérjen el, tudjatok neki tetsző módon szolgálni holnap is. Most meghívlak, hogy együttesen énekeljünk, és fejezzük be Isten tiszteletünket az 570-es számú énekkel. Szeretet az, mi egybe fűz. Szerető mennyei jó atyánk, az Úr Jézus áldott nevében köszönjük, hogy gondolatban, lélekben, hitben felemelkedhetünk a te trónusodhoz. Magasztalunk azért is, hogy te jelen voltál itt közöttünk a te ígéd által, jelen vagy a te szent lelked által, és a mennyei adományaid összekötnek bennünket a mennyel, hitáltal, és segíts, Jó Istenünk, hogy ez a létre, hitnek a létrája, melyen az angyalok fel és alá járnak, mindannyiunk szeme előtt megnyíljanak. Magasztalunk tégedet, áldott Úr Jézusunk, a te egység törekvésedért, és azért az áldozatért, amelyet hoztál azért, hogy mindeneket újjá teremts, mindeneket egybe szerkesz. Kérünk, Jó Istenünk, hass most a te lelked által úgy ránk, hogy meggondoljuk, és vágyodjunk arra, hogy amikor a te mennyei és földi egyházad egy lesz, akkor mi is abban az egységben lehessünk. És legyünk már most abban az egységben, akik ezért imádkozunk, akik erre vágyódunk. Urunk, amikor a titkok megszűnnek, és amikor a titkok még nem voltak, a te szereteted volt, és van, és lesz, és kérünk, hogy a szereteteddel töltsél el bennünket. Jézus nevében kértünk. Különösen megemlékezünk, Urunk, a könnyezőkről, a gyászolókról. Kérünk, hogy töltsd be a szívüket reménységgel, és azzal az erőteljes hittel, hogy te mindeneket újjáteszel. Jézus nevében könyörögtünk. Amen. Thank you.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.